A fővárosi állatkertből köszöntjük nézőinket, ahol perceken belül Tarlós István főpolgármester óriás vidrákat ad át. Némi csalódás ért minket, ugyanis a vidrák megérkeztek, de Tarlós István nem. Helyette Szentes Tamás főpolgármester helyettes van itt. Brazili táncos lányokkal vigasztalódunk. Ez a bizonyos brazil óriás vidra, amelyet mostantól a látogató közönség láthat az állatkertünkben, ez nagyon ritka. Brazíliában és a környező országokban él Dél-Amerika trópusi területein, és egyrészt mivel az élőhelyén korábban vadázták a prémiai miatt, és hát ma ugyan már tilos a vadászata, de az élőhelyek csökkenése miatt továbbra is veszélyeztetett, ezért a természetben sem olyan egyszerű találkozni vele. De ami pedig az állatkerteket illeti, ugye szerte a világon csak mondjuk, hogy 200 olyan állatkert létezik, ahol egyáltalán tartanak óriás vidrákat. Ebből 14 van Európában, minket is beleszámítva. Ugyan még mindenki a vidrákat figyeli, de úgy tudjuk, hogy Persányi Miklós főigazgató óriási bejelentésre készül. És akkor itt van az idei év legnagyobb meglepetése, amit most még nem tetszenek látni, de elmondom, ha mindenki figyel, koalák jönnek Magyarországra. Korábban sosem tartottuk ezt a fajt, de más sem Magyarországon, tehát ez az első alkalom, hogy óriás vidrát láthat a hazai közönség. Vidrákkal foglalkoztunk korábban, részben a hazai fajjal is, részben pedig egy ázsiai kiskarmú vidra nevű jószággal, de azok azért jóval kisebb termetűek, tehát egészen új férőhelyet kellett számukra kialakítani. Volt egy meglévő épületünk, amit jelentős mértékben át kellett alakítani, és a kifutó, tehát a szabad ég alatti része az ő férőhelyeknek, az pedig teljesen újként épült, úgyhogy ezt egyrészt ki kellett alakítani. Ez nagyjából azért egy ilyen 35-36 millió forintos költség volt, ezt az elmúlt hetekben, hónapokban elvégeztük. Másrészt hát az is több hónapos, sőt azt nem mondjam éves szervező munka volt, hogy ezek a nagyon ritka állatok ide kerülhessenek Budapestre.